Szevasz! Szevasz! Hello! Mizu! De ez egy olyan vlog lesz, ami már nagyon régóta el van feledve. Miért? Hát mert abba hagytuk annak idején nagyon csúnyán a Titok című sorozatot. Aki, tehát ez annyira eltűnt a csatornáról ez a fajta tartalom, hogy aki, amikor elkezdtem a videózást, aki akkor nem ismert, az gyakorlatilag a mai néző, aki ma ismert meg 3 éve, még azt sem nagyon vágja, hogy miről is van szó. Szóval akkor lényegében most erről lesz szó, hogy mi az a Titok, meg ilyesmi, hogy miről. Itt van a lejátszási lista, tedd be a videóba. Itt lesz fölöttem a lejátszási lista, ez egy 15 részes sorozat, ilyen misztikus sorozat, és azért neveztük Titoknak, mert furcsaságok vannak benne lényegében. Nem volt koncepciója, igazából csináltuk, amit csináltunk néha, amikor igen, meg néha nagyon szarul, meg direkt szarul, többnyire. Volt olyan, tehát amikor elkezdtem a Slenderman-t, ugye mi akkor megcsináltuk el a Kamukból a Úristen, mi a szar volt a kamerában című videót, azt is itt már megnézhetitek. Gyakorlatilag az volt az egyetlen, és az volt akkor a leghíresebb videóm, sokan el is hitték, és akkor lényegében csináltunk egy második videót, hogy hogy volt megcsinálva. A lényeg az, hogy Castiel kötött egy ilyen... Domino-cérna? Egy cérnát a hátunk mögött lévő táskámra, a kamerás táskámra, és csináltam egy gameplayt a Slendermanről, és akkor játszottam, és ő meg lehúzta a kamerába, és lehúzta a táskát, és én valójában is megijedtem, mert azt hittem, hogy csak így pedzégetni fogja a váltáska részét, de nem, lerántotta az egészet, és megijedtem, aztán meg a Slenderman is megijesztett, és ez ilyen dupla izé volt, szóval nagyon, nagyon, nagyon jól sikerült az a videó, és akkor innen jött az ötlet, hogy csinálhatnánk még ilyen misztikust. Meg a Marble Hornets-től kopisztunk. Akkoriban a Slenderman imádat volt, hogy mi ez a legenda, ugye ott volt a játék, izé horror gameplayek, meg ilyenek, meg akkor néztük ezt a Marble Hornets dolgot is, azt akkor kedvünk volt, csináljunk valami olyan dolgot, amivel igazából titeket így érdeklődéssel bírunk, vagy hogy mondjam. Meg egy kis parázással, meg misztikum. Igen, mert akkor tudtok, hogy a parázás az nagyon, nagyon, is, nagyon népszerű nálatok, úgyhogy elkezdtünk ilyen sztorit csinálni úgy, hogy a csatornám ugyanúgy létezik, meg olyan, mint hogy a picit valóságosszerű lenne, de mégis megrendezett. És nagyon szerettétek ezt a sorozatot, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi lesz vele. És ne abból indul ki, hogy most a csatornán mekkora a nézettsége, mert az előző csatornára volt a legtöbb feltöltve. Igen, tehát amikor és elkezdtem... És az akkori nézettségekhez képest kifejezetten jónak minősült. Hát ilyen 19.000-23.000 volt úgy, akkoriban. Úgyhogy volt 30-et feliratkozom? Körülbelül. Meg azt utólag is nagyon sokan néztétek, és folyamatosan kaptam a kérdéseket, mi lesz vele, mert szerintem igazából egy idő után már annyira átfordult ez, tehát már nem is Slenderman volt, az eleinte még ilyen Slendermanes volt, hogy beöltöztem Slendermannek, az volt a kamerában, meg Castiel megoldotta úgy. Szóval nem volt alap koncepció, hogy mire fog kimenni ez az egész, csak úgy csináltuk. A végénél volt koncepció, csak azt nem tudtuk megvalósítani, aztán teljes mértékben a feledésben örült az egész. Igen, mert nem akartam 45.000 olyan videót, ahol arról van szó, hogy mozognak tárgyak a lakáson belül, meg ilyenek, úgyhogy nem tudtuk már azt tovább fokozni. Aztán teltek az évek igazából. Amerikában még egyszer felmerült bennem, hogy mi lenne, ha folytatnánk. Valami koncepciót próbáltunk összehozni, akkor nem nagyon sikerült. Aztán megmutattam Mimózának, és megmutattuk Mimózának, hogy mi volt ez a Titok. Szóval végignéztük az összes részt, és igazából kedvünk támadt valamit alkotni. Nagyon sokatok kérdezte, hogy ez igaz vagy nem, és hát mi bevallottuk, hogy az egész megrendezett dolog, tehát akármit láttatok, a Szefi Titok című videóba, az megrendezett minden, tehát nem is kell mondani, meg így nem számoltunk, mert nem rágtuk a szátokba, hogy igen, minden videót mi csináltuk, meg nem is írtuk ki az elejére, hanem
ilyen live-okban, meg mit, amikor rákérdeztétek, akkor mi elmondtuk, hogy ez egyik se valós. És akkor mit akartam? Ja igen, hogy ne keverjétek össze a pokkal, tehát most ez egy ilyen sorozat, ami mondjuk esetleg meg van rendezve, az nem azt jelenti, hogy majd a pok csatornán, ha lesznek ilyenek, akkor az is megvan. Mert sokan így összekeverhetitek, vagy összefüggést csinálhattok belőle, hogyha mondjuk nagyon hitelesen előadunk valamit, hogy mit tudom, leszakad valami a plafonról, és az nem derül ki, hogy mi azt hogy csináltuk, akkor igazából majd jönnek a kérdések, hogy hát szöfi titokban ilyeneket csináltatok, akkor pokba is. Szóval ez a kettőt különbegyétek, mert nincsen kettőnek úgymond köze egymáshoz, ez csak a szórakoztatásotok, meg a szórakoztatásunk miatt készülnek ezek. Mi van? A hangot hallok. Hát itt elég sokat hallasz. Ja igen, egyébként beszélhetnénk arról is, hogy ez a szentesi ház, ahol most vagyunk, ez ugye a párom háza, ez még az én csatornámon nem lett elmondva, és hát itt szoktunk tapasztalni elég érdekes dolgokat, amik ez nem a vloghoz tartozik, de beszélhetünk igazából arról is, mert annyira nincs... Hát most promózzuk be inkább a titkot, hogy van ilyen, és hogy jó. Majd, hogy feelinges, meg hogy... Azért sokan megnézhetnénk. Az a baj, hogy ma már nagyon sokan elfeledtétek, meg nagyon sok olyan videó van, amire ilyen 600 nézettség van, de annó a régi csatornámon sok volt, csak tudom, hogy sok elkeveredett, úgyhogy majd szeretnék olyan videót is csinálni, ahol bemutatom azokat a videókat, amit úgy érdemes nézni. Most mi van? De nem hallod? Micsoda? Ez a zúgás, vagy mi? Lépések. Ne szopasd! Ne bazd meg! Mint a fűbe valaki sétálna. Olyan, az ajtó előtt lenne valaki most! Menjünk már, vagy valami! Pil! Egy nyomod? Hagyjad! Hát, ha hallatszik majd valami. Kurva, ennyi! Most ez megy. Hogy kell leszedni? És le akarod szedni? Uh-huh. Rohadjál meg, nem tudom, hogy kell leszedni. Oldalt van. Megvan. Rohadjon meg. Esik az eső? Uh-huh. Most van lámpát? Kint. Mi a szar ez? Olyan volt, mintha itt már nem látjátok. Hozok el a lámpát. Thank you.
futózott a lábba. Van az ember a házba, ott húltál benne a házba, te hülye gyerek. Nem volt bent senki, Nem láttam senkit, baszd meg! A szellem! Nem volt bent senki!